Ami feltűnt, ez a kerékpár. Ezt nosztalgiából tartottad meg? Talán meg édesapád? Nem, apukámé volt, hanem már korábban is nagyon tetszettek ezek a régi bringák, és igazából az öcsémmel együtt vettük interneten keresztül, úgyhogy gyakorlatilag azóta így bügykölöm folyamatosan, illetve hát szerencsére elég sok barátom ért a bringákhoz, és tök sokat segítenek, úgyhogy jól működik, minden rendben. Remélem, ezt a mai napot is bírni fogja, mert még ilyen hosszú utat nem tettem vele. Miért szerettél ebbe ennyire bele? Igazából tetszik az, hogy nem olyan átlagos, meg az, hogy egyébként mindenki megszólja az utcán, tehát már ezért megéri egy ilyet. Meg hát azért a régi korokat idézi valamennyire, aztán így kicsit ilyen retro feelingje van. A téren is lesz retro, méghozzá ennél sokkal öregebb bringák. Láttam, úgyhogy majd arra meg is fogom nézni mindenképp. Ennyire meg kell adni a módját a velocipédezés? Igen, természetesen, mert hogyha úgy visszanézzünk a történelembe, akkor, mikor a velocipédeknek a fénykora volt, akkor ez az uraknak a közlekedési eszköze volt, akik frakkot viseltek. És eldöntöttem, hogy na, hát akkor már nekem is dukál egy frak, és gyorsan megcsináltattam, és ez a premier, ez a bemutató, mert először van rajtam. Amikor én kimegyek országútra edzeni, akkor is megcsodálják, de így, hogy valaki testközelbe megfoghatja ezt a gépet, vagy ne adj Isten ráülhet, hát ez mindenkinek egy élmény. Én is biztos, hogy kihasználnám a lehetőséget, ha nem lenne velóm, biztos, hogy felkéreckednék valakiére. Ez egy régi gyerekkori álom. Valamikor BMX-eztem, és egyéb mindenfajta bicajt kipróbáltam, és akkor szerettem volna már egy velocipédet, mert nagyon tetszettek, és jött egy olyan lehetőség, hogy hozzájutottam egy ilyen bicajhoz, és azóta gyerekkori álom megvalósult. Hogy kezd el egy lány velocipédezni? Hát apukámnak is van, és csinált nekem is egyet, mert nagyon tetszett. És mi tetszett benne? Hát olyan érdekes meg minden, és már apukámmal is megtanultam menni, és ezért csinált nekem egy újat. Nehéz volt megtanulni? Mennyi idő kellett neked hozzá? Minden hétvégén kimentünk egyszer-kétszer, és elég volt végül, és meg apa mindig elkapott, ha majdnem elestem. Ez már egy modern velocipéd, a német Quartz gyártja, tehát boltban meg lehet vásárolni. A régi hagyományos velocipédnek a modern változata. 36-szoros az első kerék, 12-szoros a hátsó kerék, és hát különleges élmény vele bringázni. Tavaly voltam itt a K&H sportnapon, akkor láttam őket, és az indította meg bennem azt, hogy megvásároljam, és akkor egy hónapon belül meg lett. És mi a jó benne? Az élmény, hogy magasabban vagyok, más a test mozgás benne, tehát más izmokat mozgat meg, máshogy kell vele fordulni, máshogy lehet fékezni, nem lehet olyan nagy sebességgel menni, mint a modern váltós kerékpárokkal.